Hamarosan közeledik az év vége, ez az év legizgalmasabb időszaka. Aki elkereskedelemben dolgozik, az pontosan tudja azt, hogy a szeptember, október, november, december, ez utolsó néhány hónap az, amikor a cégek megcsinálják az éves forgalmuknak egy jelentős részét. Ez az egész általában ugye a back to school akciókkal szokott indulni, majd követi a Black Friday, a Cyber Monday, majd az ezt követő karácsonyi időszak az, ami a legintenzívebb. Ebben az időszakban a cégek megcsinálják az átlagos havi csomagszámuknak a kétszeresét, háromszorosát, de persze csak akkor, hogyha megfelelőképpen felkészülnek erre az intenzív időszakra. Fontos, hogyha nagy a kereslet, akkor a kínálat is meglegyen. Fontos az, hogy időben berendeljék a nagykereskedőktől, a gyártóktól a termékeket, amiket árulnak, és megfelelő mennyiségű árukészlettel rendelkezzenek. Nyilván ehhez nagy terület is szükséges, tehát nagyon sok cég ilyenkor újabb raktárterületeket bérel, új alkalmazottakat vesz fel. Ezeket mindenképpen biztosítani kell ahhoz, hogy gördülékén legyen a kiszolgálás. Ha valaki ezt nem tudja megoldani, nyilvánvalóan a kiszervezés is egy nagyon egyszerű és praktikus módja annak, hogy túléljük ezt az ünnepi időszakot. Fontos az is, hogy technológiailag felkészüljünk erre az időszakra, megfelelő szerver park álljon a webáruházunk mögött, ami elbírja az ilyenkor tapasztalható többszörös terhelést. Az eddigi legnagyobb csomagszámunk 14 ezer csomag volt egyetlen nap alatt, ez 40-50 ezer termék tartozott. Ez természetesen nekünk is egy milestone, ilyenkor meg szoktunk állni egy kicsit megünnepelni ezeket a sikereket, általában pezsgőt bontunk, néha egy torta is előkerül. Ugyanilyen rendezvény volt a cégen belül, amikor az 1 milliómadik csomagot ünnepeltük meg, ez nem is volt olyan rég, és az a vicces, hogy nem sokára a 2,5 milliómadik csomag fog kimenni a raktárban. Fel kell készülni erre, mind tech szempontból, mind logisztikai szempontból, árukészlet szempontjából, ügyfélkapcsolat szempontjából, marketing szempontjából. Nagyon fontos az, hogy az oldalon hozzuk ki a maximumot abból a forgalomszámból, abból a látogatószámból, ami ilyenkor tapasztalható. Az emberek általában ilyenkor mindent megvesznek, ugye ajándékoznak karácsonykor, tehát érdemes feltölteni az árukészletünket, illetve olyan termékeket is behozni, amiket esetleg dropshipping modellben árulunk, és ezáltal könnyedén bővíthetjük a meglévő termékportfóliónkat. Fontos az is, hogy megfelelő funneleket alakítsunk ki, legyenek megfelelő upsell ajánlatok. Ha valaki betesz valamit a kosarába, ajánljunk mellé egy kiegészítő terméket is esetleg, amivel a kosár értéket tudja növelni. Nagyon sok ilyen lehetőséget meg kell ragadni. Jusson eszünkbe az, hogyha valaki mobiltelefont vesz, annak akkor eladható egy töltőkábel, egy telefontok, vagy hogyha valaki betesz egy szép vázát a kosarába, akkor a mellé lehet, hogy egy étkészletet vagy egy terítőt is fog vásárolni.